A nukleáris szakma egyik legnagyobb konferenciájára, az Atom Expo kiállításra idén a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban gyűltek össze az iparági vezetők, összesen 68 országból. Az eseményen a Paksi Atomerőmű is részt vett. Igen komoly delegációval képviseltette magát, mondjuk így a minisztérium. Süli miniszter úr vezetésével Paks 2-ből voltunk jó néhányan, illetve a Paks 1-es kollégák is ott voltak az Atom Expo-n. Ez általában Moszkvában volt, most a 10. Szocsiban. A jubileumi rendezvényen osztották ki először az Atom Expo Awards díjat és okleveleket. Az 5 kategóriában odaítélt nemzetközi szakmai elismeréseket azok a nukleáris területen dolgozó szereplők és társaságok kapták, amelyek munkájuk során hozzájárultak a szektor fejlődéséhez, és mindez az emberiség fejlődésére szolgált. A Paks 2 ZRT az interaktív tájékoztató kamionnal nevezett a pályázatra. És nagyon örültünk, amikor arról tájékoztattak minket, hogy bent vagyunk a háromba. Azt nem tudtuk még, azt tudtuk elindulás előtt, hogy a háromba vagyunk, de azt nem tudtuk majd, hogy milyen helyezést fogunk elérni. Gyakorlatilag egy rövid tájékoztató filmet is bemutattak ennek kapcsán magán az Atom Expo-n, és egy elismerést kaptunk, amiben gyakorlatilag arra inspiráltak minket ott is, illetve maga az elismerés is arról szól, hogy követendő példának tartják azt, hogy ez a jármű működik. Az elismerést Lenkei István vezérigazgató vette át az oroszországi Szocsiban, mely díjátadó izgalmasra sikerült, hiszen a Paks 1 is díjazásban részesült. Mind a ketten nagyon drukkoltunk azon, hogy legalább valamelyik kapja meg a díjat, vagy a külön díjat, és mind a ketten nagyon-nagyon örültünk annak, hogy mind a két cég bekerült. A mobil látogató központként működő Paks 2 interaktív tájékoztató kamion 2009 óta járja az ország különböző településeit, hogy minél többen megismerhessék az atomenergiát, a paksi atomerőművet és a Paks 2 beruházást. A kiállítás 2009. októbere óta közel 300 000 vendéget fogadott.